Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Akkor szoktam itt kivetni a kártyát, amikor választanotok kell kettő férfi között, persze a férfiaknál kettő nő között. És ez a felvétel egy személyes jóslás Hélia számára. Kedves Hélia, köszöntelek téged. Nálad arról van szó, hogy döntsél, maradj-e a házasságodban, vagy válaszd a nagy szerelmet. A jelenlegi helyzetedet itt ez a kép mutatja. Jönnek az emlékek. Ezek az emlékek téged gyakran szomorúvá tesznek. Ez egy boldogtalan házasság, akkor is, ha ti megértitek magatokat egymással, de ahogy a kép mutatja is, itt keresel egy kiutat. De nem tudod, hogy milyen irányban. Most itt van ez a nagy szerelem, ez lenne neked egy lehetőség, de nem tudod, hogy megbízhatsz-e benne. Mi az, amit téged gyengít, ezt mutatja itt ez a kártya. Ha kinézel az ablakon, és érzed ezt a vágyat, a szabadságot, kilépni a házasságból, mert végül is ez a vágyat, te szeretnéd ezt a házasságot felbontani, és szeretnél szabad lenni, és pontosan ezt mutatja ez a kép, és a szomorúságot is. És ez, ami téged gyengít, mi ad neked erőt, ezt mutatja itt ez a kártya, amikor te lelkesedsz valami fele, ez lehet ez az új szerelem is, de lehet egy foglalkozás, vagy egy hobbi, azt tenni, ami téged lelkesít. Az a fontos, hogy kitörjél ebből a feszültségből, amit te ebben a házasságban átélsz. Most megtekintjük a férjedet, hogy áll ő ehhez a házassághoz, azt mutatja itt ez a kép. Így össze vagytok kötve egymással, de ez nem a közelség, ez nem a melegség érzete. Annak ellenére, hogy neki vannak elvárásai, és ő keresi ezt a testi közelséget. Ha te ezt nem adod meg neki, akkor itt válásra kerül a sor, és ezt a döntést ő fogja hozni. Nem a jelen pillanatban, hanem akkor, ha ő talál magának valakit. Ha van egy hölgy az életében, akivel ezt a testi kapcsolatot élheti, biztos lehetsz abban, hogy ő beadja a vállást. Van arra remény, hogy ti közelebb kerüljetek egymáshoz? Igen, erre van remény, mert ő szeret téged. Ha ez a testi kapcsolat kialakul köztetek, akkor ő a házasságban marad. A nagy szerelem itt látható ezen a képen. Nála nagy változások lesznek, és ő bátor, neked is adja ezt az erőt. Amit ő gyengíti, ez itt a múltja. Ez nem párkapcsolatra utal, hanem anyai témákra. Itt vannak az emlékei, és ezek az emlékek nem csak az örömöt mutatják, hanem a szomorúságot is. De neki megvan az ereje, és túlteszi magát rajta. Ő nyitott egy kapcsolatra veled, és vannak érzelmei. Néha visszahúzódik,
de mutatja az érzelmeit, és ti egy hangban álltok egymással, de mire itt egy kapcsolat kialakulhat, amire te építhetsz, az eltelik körülbelül egy évig. Mi fog következni a te életedben? Te úgy érzed magad, mintha belennél zárva ebbe a kalitkába, és szeretnél kiszabadulni. Ez a kalitka, ez a fogva tartás itt a házasságodra utal. És ez, amit te elérni szeretnél, hogy kilépj ebből a házasságból, mert pontosan az, ami téged fogva tart, és szomorúvá tesz, keresel egy kiutat. Azt az energiát, ami téged most körülvesz, át tudom változtatni számokra, és ezek a következő számok, az egyes szám, az ötös szám, és a kettes szám. Az egyes szám itt mutatja a te személyiségedet, a te döntéseidet és a lépéseket. Az ötös számnak van két jelentése. Jelentheti azt, hogy először le kell, hogy zárj valamit, és utána jönnek ezek az új dolgok, vagy egy új irány, de jelentheti azt is, hogy mások befolyásolják az eseményeket. A kettes szám egy párkapcsolatra utal, vagy a férjeddel, vagy a nagy szerelmeddel, de én úgy érzem, hogy neked idő kell ehhez, mire te ezeket a döntéseket megteszed. Most feltenném a kérdést. Választ a férjedet, választ a nagy szerelmet, vagy várj még ezekkel a döntésekkel. Ha jó lenne a férjed mellett maradni, akkor az inga kimozdul jobbra. Ha jobb lenne ezzel a nagy szerelemmel együtt élni, akkor kimozdul az inga balra. Amennyiben várnod kellene, mert ez túl korai, akkor az inga nem fog kimozdulni. Az inga válasza, várj még, az én intuícióm azt közli, hogy jövőre hoz döntéseket. Az idén még ne változtass az életeden, mert megbánod, vagy ez még túl korai. Kedves Hélia, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm ezt a megbízást, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!